Nagyszabású komplex fejlesztési program záró rendezvényét tartották pénteken a József András Oktató Kórházban. A közel 800 millió forintos lehetőséget tavaly májusban pályázta meg az intézmény, hogy az új eszközökkel európai szintű gyógyítást tudjanak végezni a szakemberek a vármegye székhelyen. Ez egy nagyon komplex pályázat volt, és igyekeztünk mi is komplexen gondolkozni. A úgynevezett onkokardiológiai pályázat, azaz az onkológiát, a daganatos betegségek ellátását és a kardiológiát, a szívgyógyászatot érintő pályázatról van szó. Úgy építettük fel mi is a programunkat, a pályázatunkat, hogy végigvigye szinte a betegutakat. Ez azt jelenti, hogy ennek a pályázatnak a keretében belül először is megerősítjük a diagnosztikai részt, ami azt jelenti, hogy a patológiai osztályunkon egy komoly szoftverfejlesztéssel tud bővülni és még precízebbé, finomabbá válni a szövet diagnózis, lehetőség lesz már távszövettani diagnózis segítségkérésére is. Nyilván egy daganatos beteget, amikor megvan a betegség, meg kell operálni, ezért egy nagyon komoly sebészeti műszerfejlesztés is zajlik. Ez egy nagyon speciális ultrahang készülék, amelyet főleg máj daganatok és máj áttétek esetén tudnak majd alkalmazni a sebész kollégáink. Ha túl van a műtéten, akár már előtte is vagy utána szükség van onkológiai kezelésre, itt pedig egy speciális szoftver fejlesztés történik, amely lehetővé teszi azt, hogy a sugárkezelést az onkológus kollégáink még precízebben tudják lokalizálni, hogy maga a sugár tényleg csak a daganatos sejtre összpontosuljon, és ne károsítsa az esetleges épp környező szöveteket. Hiszen az elv maximális dózis a célterületre, minimális a környező szövetekre. Mint a tájékoztatón elhangzott, nagy szükség van ezekre a precíz és pontos eszközökre, hiszen a szív- és érrendszeri daganat ma Magyarországon az egyik vezető halálok. A megyénkben, ugye 600 000-es lakosú, van körülbelül évente 1500-1600 új daganatos megbetegedés. Ebből meghal körülbelül 300 egy évben. A különbség az a prevalencia, tehát jelen pillanatban Szabolcs-Szatmárban körülbelül 35 000 beteg él daganattal. Különböző stádiumokban. Ez a szám, gondoljunk bele, ez egy harmadony Nyíregyházának. És hát ezek ellátása feladata az osztálynak, mert ezek a betegek élnek, de mindig valamilyen kezelésbe, gondozásba, felügyeletbe nélkülözhetetlen nekik. A komplex fejlesztés a kardiológiát is érinti. Itt jelenleg két asztalon végzik a szívkatéterezést, melyek közül az egyik több mint 15 éves. Ezt cserélik le a pályázatból egy modern technológiájú eszközre.